A szokásoknak megfelelően egy héttel a polgármesteri hivatalban megtartott közmeghallgatás után a művelődési házban került sor a falugyűlésre Dunabogdányban. A mintegy 50 fős érdeklődő közönség jelenlétében zajló rendezvényen rendhagyó módon a polgármester előadása mellett ezúttal illetékességi területükről rövid beszámolót tartottak a község intézményének vezetői, az új körzeti megbízott, valamint a jegyző is. Idén március 1-től alakult át teljes egészében országos szinten a szociális támogatásoknak a rendszere. Ennek a változtatásnak az volt a lényeg, hogy világosan szétválasztódjon, szétválasszák az állam által, illetve az önkormányzatok által nyújtott szociális támogatásokat. Dr. Németh József jegyző kiemelte, hogy az önkormányzat ennek megfelelően új szociális törvényt alkotott, önkormányzati hatáskörben 5 területen vehető igénybe települési támogatás rászorultsági alapon, lakhatási, gyógyszerköltségekhez nyújtott, temetéshez kapcsolódó, nagykorú ápolásához kapcsolódó, valamint az előre nem látható létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli esetben nyújtott települési támogatás révén. 2014-ben az újhelyi önkormányzati törvény újra lehetőséget adott az önkormányzatnak arra, hogy rendeletben szabályozza a közösségi együttélésnek a szabályait, illetve azokat a magatartás formákat, cselekményeket, amiket nem tart ebbe beleillőnek. Németh József ismertette, hogy a törvény számos lehetőséget ad az önkormányzatnak a szabályozásra, a jegyző a közterületek és ingatlanok tisztántartását, a közterület használatot, a hulladék elhelyezés, valamint gyűjtés kérdését, valamint a környezet és értékvédelem területét emelte ki. És nagyon fontos téma a kerti hulladék égetés. Idén ebben is egy komoly változás lépett életbe május 15-től. A tűzgyújtási szabályozással kapcsolatban a tűzgyújtási tilalmi időszak tapasztalatairól beszélt a jegyző, megköszönve a többség jogkövető magatartását. Hozzátette, hogy a jövőben szankcionálni is fog a hivatal, ha ez szükséges. Az utolsó égetési alkalom most az őszi időszakban november 28-a szombat lesz. Itt egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az égetésre nyitva álló időszakban is, ugye a szerdai meg a szombati napokon az időjárási viszonyokra azért figyelemmel kell lenni, tehát ez azért párás, ködös időben, illetve a most szerdán tapasztalt erős szél esetén nem szabad tüzet gyújtani, nem lehet tüzet gyújtani, ezt a rendeletünk nem engedi. A jegyző a szeptember 1-én Tahitót falun, Tahiban nyílt kormányablak működésével kapcsolatban elmondta, hogy szélesebb körű ügyintézésre nyílik lehetőség, mint a Visegrádon megszűnő okmányirodában, de két területen a helyi polgármesteri hivatalban célszerűbb ügyet elindítani, a lakóhely változtatási, valamint az anyakönyvi ügyek területére vonatkozik ez. Németh József az utcanév változásokra is tájékoztatta a falu nyilvánosságát. Megkezdődött és idén év végéig be is zárul, be is fejeződik reményei szerint a országos szinten is a lakosságot is érintő közterület nevek, házszámok, címhelyek felülvizsgálata. Most a helyszíni felmérés szakaszában vagyunk. Németh József hozzátette, hogy az érintettek levélben kapnak értesítést a lakcímkártya cserének szükségességéről. A továbbiakban a zárt kerti ingatlanok művelésből történő kibonásának egyszerűsített lehetőségét ismertette a jegyző. 2 hete, október 30-án jelent meg az a miniszteri rendelet, ami egy éven keresztül 2016 év végéig ad arra lehetőséget, hogy a tulajdonos az ingatlan nyilvántartásban most még zárt kertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának az átvezetését kérje, és így az már nem művelésben álló, hanem művelésből kivett ingatlanként szerepeljen. A rendelettel a jogalkotó célja egyszerű és olcsó eljárással a jelenlegi tényleges helyzetnek megfelelő állapot rögzítése. Németh József expozéjának zárásaként a közterviselés fontossága kapcsán az adómorál javításnak szükségességét hangsúlyozta. Korábban ugye rendszeresen az egy éven túli gépjárműadó hátralékkal rendelkezőknek a gépjárművét kivontuk a forgalomból, ez egy jó eszköz volt, és idén az inkasszó mellett jövedelemből, munkabérből, illetve nyugdíjból való letiltást is indítottunk. Ezt jövőre is folytatni fogjuk, illetve a hulladékszállítási díj vonatkozásában fennálló kintlévőség esetében is a törvény adta lehetőséggel a NAV megkeresésével élni fogunk. Az intézkedéseket nem csak az elmaradt bevételek beszedése miatt tartja szükségesnek a hivatal, hanem az adófizető polgárok iránti igazságosságokán is.